Sziasztok! Ismét itt vagyunk az Atom Energetikai Múzeumnál, és a mai Nyomaték című rovatunkban a vontatókkal fogunk foglalkozni. Ehhez Bicó László fog nekem segíteni. Szia Laci, mit lehet tudni rólad, illetve az autóról? Sziasztok! 2006-ban kezdtem, mint ovitos, és 2008-ban ülhettem ezen az autón, mint próba vontatós. Ez a kocsi 1976-ban készült. És 2008-ban még akkor simán üzemelt. Így van, 2010 év közepén akkor lett leállítva. Aha. Tehát akkor azért elég sokat futott, elég sokat dolgoztatok ezzel az autóval. Igen. Megnézhetjük belülről is? Nézzük. Akkor ugorjunk be, nézzük meg. Na, hát már feljut egy kisebb feladat. Kívülről is elég tekintélyparancsoló az autó. Tömegre mennyi ez az autó? Mekkora tömegű? Tömegre ez 20 tonna maga a vontató. 16.800 soros motor van benne, valamikor ez 500 lóerősként működött. Egy félautomata váltós szerkezet, ami van még egy 16 tonnás lánchajtású csörlő rajta. Aha. És mennyit tud ez az autó elvontatni? Hát 200 tonna volt a forgalmiában, de biztos, hogy meg tudta azért a többet is. Aha. Hát a forgalmiában egy ilyen érdekes adatot látunk, hogy valami ilyen volt benne a környezetvédelmi besorolásnál, hogy enyhén kormol. Ennek mi volt az oka? Hát az euró besorolás, hát amikor ez a kocsi készült, hát akkor még az a környezetvédelmi olyasmi besoroláson még nem volt ennyire szigorított, mint most. Tehát enyhén kormol, hát igen. Hát valamiért, mert ugye el kell húzni azt a 200 tonnát. Arról van információt, hogy mennyit fogyasztott ez az autó egyébként? Hát igen, hát ez tonna liter. Most az azt jelenti, hogy ha 200 tonna ősztömegbe gurult, akkor az 200 litert fogyasztott. Az igen, hát mondjuk nyilván itt a sebességet azért nem igazán kell érteni. Látom most már ebben ilyen van sebességíró készülék, de igen. Hát mondom, nem kellett kiakasztani. Ő 62 km/h tudott autópályán, az volt a maximum sebessége. És arról esetleg van valami információt, hogy mennyit futott az autó, hány kilométert már? Hát ez üzemóra után, de hát ez is már biztos, hogy volt cserélve, hát ez egy 8368, fel kell szorozni 25 km/h-val. Aha, jó, hát most ezt nem fogom kiszámolni, de... Mi volt a legnagyobb darab, amit ezzel szállítottatok? A reaktorokat két faun vitte be. Ja, erről mondjuk van valami fotónk, tehát akkor az ugye 230 tonna tömeget akkor. Igen. És ahhoz már két autó kellett értelemszerűen, hogyha csak meg 200 hát tonnát tud elvontatni. Ugye a 400-as transzformátorok ugye konzolos szállításában is, ugye az ugye két vontató, ugye 500 tonna, vagy 400-420 tonna. Az azért mondjuk rendes. Így van. Azért rendes. Egyik húzza másik tóját. És akkor meg tudjuk nézni talán az utódot is, ugye, mert ez a előttem az utódom, éppen előttünk nincsen, de az ide hoztatta a legújabb vontatót is, amivel most közlekedtek. Akkor kicsit beszéljünk arról, és nézzük meg. Egy kicsit kényelmesebb volt feljutni, mint a faunba. Hát igen, kényelmesebb. Kicsit már újabb konstrukció. Igen. Mit lehet tudni erről az autóra? Mekkora motorja van, mekkora teljesítményű? Ez egy V8-as, 16 literes, 600 lóas, 2800 Nm-es nehéz vontató. Szemben a faun 1910 Nm-ével, tehát akkor azért mondhatjuk, hogy lényegesen többet tud. Mennyit tud ez az autó vontatni? Ez forgalmi engedélyével 250 tonna ösztömegben gurulhat. Aha. Ez a vontató. 250 tonna ösztömeggel viszont hát ugye tudja a vontató 90 km/h sebességet, de nem, hát maximum 20 km. Aha, tehát akkor szépen lépésben, így van. Kísérettel, rendőrséggel. Ezek a szállítások egyébként általában éjszaka történnek pont emiatt, hogy... Igen. És milyen útvonalakat szoktatok választani? Tehát ilyen autópálya főleg, vagy hát vagy mind, inkább mind, a... Mind, mind, mind a
mind a magasság, szélesség, hosszúságnak a függvényébe, hogy hol tudunk elférni itt a közúton, autópályán, mellékutakon, körforgalmakban, ez mind annak a függvény. Miket szoktatok egyébként szállítani? Hát ugye a fő profil a erőművek, ugye, vagy a lállomások transformátor szállítása. Aha. De láttam olyan felvételt, ahol talán valami mozdonyt szállítottak, vagy valami vonatot mozgattatok? Igen. A közlekedési múzeumból szállítottuk el a mozdonyokat. És a transformátor szállítást azt akkor úgy kell elképzelni, hogy ugyanígy két vontató között, igen. Ilyen sok kerekes téleren. Sok kerekes téleren között egy hatalmas nagy transformátor. Aha. Na indítsuk be, akkor hallgassuk meg ennek a V8-osnak a hangját. Azért környezetvédelmi besorolásra ez már nem az enyhén kormol kategória, ugye? Hát nem, ugye, van, abszolút nem kormol. Ugye az Euro 5-ös motornak most már ő is egy addus rendszerrel felszerelt jármű. Tehát semmi korom nincs a kéményeken, nagyon szuper. Igen. Mikkel van felszerelve az autó, miket látunk itt benne? Hát, ugye alapjáraton véve ez a vontató 70 tonna fölött dolgozik. Kétfajta üzemmódban dolgozik a váltója. 70 tonna fölött és 70 tonna alatt. És még van még egy eco mód, amikor ilyen guruló óra megy, és akkor egy pár deciliter üzemanyagot meg tud vele spórolni. Hogy akkor nem kell hozzányúlnom a váltóhoz, hanem ő saját maga kiveszi üresbe, és egy ilyen guruló. Tehát ez akkor ilyen teljesen automata egyébként? Így van, full automata, én egyszer berakom sebességbe, és onnantól kezdve 10 sebesség előre, és 4 hátra. Hoppá, ez mondjuk azért meglepett. Azért általában a kamionok nem ennyi szokott lenni. Hát a meghajtás az milyen egyébként? Meghajtás az első tengely hajt, és a két hátsó húzó. Ugye van egy tengelyközi diffizár és összdiffizár, ugye akkor az elejét is. Tehát gyakorlatilag akkor 6 kerék a hajtott, a második tengely az meg csak ilyen... Hát egy ilyen bohóc, mondjuk annak, hogy ilyen bohóc. Hát, hogy jobb legyen a tengelyterhelés, nem? Így van, így van. Tehát annak tulajdonképpen ennyi szerepe van, hogyha a tengelyterhelés hát, mérik, akkor... Igen, viszont kormányzott, a kormányzásban is nagyon sokat segít a fordulásnál. Egyébként a fordulókör az mennyiben más, mint egy sima teherautóé? Sokkal. Nagyobb? Így van, persze. És akkor, hogyha mondjuk olyan szállítmány van, ami esetleg kellően hosszú, akkor azt hogyan tudjátok elvinni egy körforgalomban, vagy egy nagyobb kanyarban? Hát elsősorban maga a vontató össze van kötve a trélerre hidrolikusan. Azt a kanyaríveket követi a tréler, de hogyha egy olyan körforgalomba érünk bele, akkor a kollega hátulról tudja távirányítóval kormányozni. És te itt egyébként ezt látod a folyamatot, vagy tudod követni? Én látok mindent, kormány előfeszítést látok, le tudom venni, ezekkel a lámpákkal tudom ellenőrizni, hogy megvan-e a kör. Uh-huh. Jó, tehát te itt nem tudsz belenyúlni a folyamatba, viszont tudod követni, hogy... Ahogy én veszem a kanyaríveket, azon fogok követni. Ezzel tudtok egyébként valamit csinálni, hogy a kanyarívet, az így van, döntéseket? Így van, ugye mivel hidrolikusak a tengelyek, én be tudom állítani azt, hogy az út viszonyoknak megfelelően álljon, vízszintesen álljon a célet. Aha, tehát nyilván ennek is vannak korlátai, de azért valamennyit lehet szabályozni. Mekkora távolság, mennyit tudsz rajta emelni? Hát egy jó 20-30 centit maximum. Aha, hát végülis az azért elég sokat segíthet. Igen. Oké. És akkor látom, az itt minden kényelmi felszerelés megvan, ahogy... Így van, úgy állt a menetidőkészülő, tahográf, ugye műsorvevő, ugye külföldön, amikor járunk nemzetköziben, akkor a CB használata. Ugye ő a német Toll Collect, autópályadi érzékelő szedő, és ez a saját Ovitos rádió. Aha, tehát nyilván ezt meg sokat használjátok, amikor többen mentek. Igen. És hát nyilván akkor az a gyakoribb. Szoktatok egyébként úgy is, hogy egy vontatóval tudtok menni? Tehát egy autóval vontatsz, vagy akár egy nyelges felépítményt, vagy általában párban, nagyobb darabokat szoktatok? Nagyobb darabokat, mint például ezeket a 400-as transformátorokat, azokat párban. Ez egy kombi vontató. Aha. Alapjáraton nyerges vontatóként üzemel, de
háromszöges vontatóként is tudjuk üzemeltetni. Amikor ilyen trélert vontattok, akkor szoktatok ilyen plusz súlyt föltenni, az mekkora súlyokat kell elképzelni, tehát a felépítmény úgy van kialakult, hogy föl lehet pakolni. Maga a vontató 17,5 tonna. Most ahhoz, hogy háromszöges üzemmódban 250 tonnával tudjunk gurulni, maga a vontatót le kell súlyozni 41,5 tonnára. Ez van egy műteer plató, amit indulás előtt azért akkor darúval fel teszünk ide a nyeregnek a tehát ez gyakorlatilag tetejére. Azért kell, hogy legyen megfelelő terhelés a hajtott tengelyen, ugye? A hajtott tengelyen meg legyen a nyomaték. Nyomatékot le tudjuk adni. Na, itt az autó hátulján meg tartály hátán, de mi micsoda, azt nyilván jobban tudod. Hát igen. Ugye van egy 200 literes, vagy 220 literes hidrolika tartályom, ami a trélernek a mozgatásához kell. 200 liter. 200 liter. Igen. Akkor van egy 200 literes nagy terhűtő, ami a motornak a hűtésére szolgál. Ja, mert 20 km fogalán a menet cél azért hát kevésbé számít. Nézzük meg azt például M0-áson a Anna egyik púpon 13-mal fölfelé, ami megterhelő neki azért valamiért. És menet cél meg tényleg hát az minimális. Az nem sok. És ez a, az nem sok. Ez a tank? Egy 900 literes tank, ami biztosítja a nem kis fogyasztást. Tehát akkor így beszéltük itt, hogy a tonna szor liter. És ugye még van itt a csörlő, csörlőnek a hidrolika tartálya van még, az meg egy 80 literes tartály. Mekkora terbírás a csörlő? Egy szálon 16 tonna. 16 tonna. 100 méter kötéllel. De ez csak hátrafele van kivezetve. Ez csak hátrafele. Ugye a faunnál meg azt láttuk, hogy előre így van kivezetve. Igen, mert a faunt az csak a fülkéből lehetett kezelni a csörlőjét. Ugye ennek már ugye lehet innen oldalt, ott van a vezérlőpultja, és még egy távirányítóval lehet még irányítani, milliméter pontosan. De tehát akkor azt mondod, hogy egy ilyen trafót, ami 216 tonna tömeg, ezt milliméter pontosan tudtok mozgatni. Így van. És ugye, mert miért kell több autó, mert ugye mindig azt látjuk, hogy a faunból is kettő volt, ebből is kettő van, hogy az ilyen esztétikai kérdés, hogy legyen két egyforma autó, az jól néz ki a képeken, vagy ennek van valami egyéb oka? Egyéb oka van, ugye ezeket a nagy transformátorokat dupla csörlővel, két csörlővel, két vontatónak a csörlőjével van milliméter pontosan helyére húzva. És ugye a nagycafónak a szállításában is, amikor konzolos munkát végzünk, akkor is ugye két összhangban lévő vontató egyforma tudású járművel tudja elvégezni azt a A-ból B-be. Tehát nyilván akkor ennek ilyen kényelmi szempontja is van, hogy akkor két egyforma autóval könnyebb együtt dolgozni. Sokkal. Mint hogyha esetleg két akár különböző típusúval kéne dolgozni. Akkor csapjunk a 600 ló közé, és menjünk egyet. És akkor kezdődik a parkolóból kijutása, hogy szépen pont ki tudunk fordulni, jó is. Hát azért viszonylag kevesen vezetnek ilyen autót. Hányan vagytok sofőrök, akiknek megadatik, hogy ilyen autóval közlekedjenek? Ugye két Mercedes mondhatónk van, ugye akkor ez két sofőr. Akkor van egy Scaniánk, egy négytengely Scaniánk. Akkor arra van egy
sofőrünk, meg van egy háromtengelyes Volvo-nk, arra van. És ez hogy megy reggel, amikor mész dolgozni, akkor megmondják, melyik autóval menjél, vagy, nem, vagy te csak ezzel dolgozol? Mindenkinek van egy úgynevezett saját autója, és abban közlekedik. Gondolkod, te is felelsz érte? Így van, én is felelek érte. Akkor az ilyen nagyobb szállítmányoknál kitervezi meg az utat, azt neked kell megtervezni, vagy van egy tím, aki megmondja, hogy ha szállítás van, akkor innen indulsz? Hát igazából ennek a munka folyamata az, hogy egy kollega elmegy, megnézi, és utána el fog menni a vontatós is kísérővel, és megnézi azt az útvonalat, amit terveztek, hogy elmegye. Hát akkor van egy külön csapat, aki azt nézi, hogy megtervezi nagyjából az útvonalat, van, igen, de végülis neked el kell menni, meg kell nézni. Meg kell nézni azért, a sofőrnek az a tapasztalata, az kell. És akkor hogy kell kezdeni, végigmész az úton, és akkor megmondod, hogy így van. A körforgalomban elfér az autó, vagy nem fér az autó? Elmegyünk A-ból B-be, és azon az úton, a körforgalmakban esetleg a táblákat kiszedetni, kivetetni, hogy amikor mi odaérkezünk, teszem föl plusz-minusz egy óra, ilyen két óra környékén, plusz-minusz egy óra, hogy a táblák ki legyenek véve is. Hát tudjunk a körforgalmon haladni. Aha. Azért érződik a nyers erő. Ami igazából ahhoz képest, hogy egy vontatóról beszélünk, a gyorsulás is azért egy hát szerényebb személyautó összeméretű, tehát mondjam, nem egy Tesla gyorsulás, de... Lehet látni mindent, nagyon nem sokat zavarnak az oszlopok a kilátásban. Hát az a tükör is azért van körbe rakva, hogy akkor minél kisebb legyen a holtér. Így van, holtér véget is, meg amikor háromszögbe üzemmódban van, ugye az elején is van egy rockinger, amikor akasztásnál, tolásnál is nagyon sokat segít az, hogy most látom a rúdnak az elejét. Aha. Hát jó, hogy mondtad, hogy ilyen milliméteres mozgások vannak, akkor azért nyilván látni is kell, nem lehet minden érzésből megoldani. És amikor ilyen nagy szállítmányt visztek, és még tényleg azon, hogy még belógnak a vezetékek, akkor szépen sétálnak melletted az emberek, és akkor emelgetik hát, a... Hát igen, sajnos van úgy, hogy hosszú kilométereket kell a srácoknak sétálni ahhoz, hogy a vezetékeket meg kell emelni. És van úgy, hogy csak egy falut mondok. Hát azért még elég sok légkábel van, és akkor én szépen végig emelgetik a... Ne menjünk messze, itt van, legyen Madocsa, egy fél óra sétálás biztos, hogy kellene most egy 5 méteres magasságú darabban. Aha. De hát akkor az azt jelenti, hogy még egy ilyen útvonal tervezés, akkor ezt is ilyen lesz, hogy akkor végig séta, és igen. Akkor gondolom nem 10 km per óra, hanem 4. Tehát akkor egy sima gyalogló tempóval tudtok közlekedni. Egy olyan 3 km per órás sebességgel. És akkor még az van, hogy még oda ugye nem szeretnénk vezetéket szakítani, akkor valaki elordítja magát, hogy állj, akkor azonnal meg kell állni, mert hogy kiszakadjon a vezeték a falból. Azért köszönjük a cégnek, az Ovitnak és neked is, hogy el tudtál jönni. Egy élmény volt azért keveseknek adatik, meg nem csak, hogy vezessék ezt az autót, hanem hogy utazzanak ilyennel, úgyhogy köszi még egyszer. Nagyon szívesen, én köszönöm a lehetőséget. Ti meg kövessetek minket továbbra is a YouTube-on, illetve a Facebookon. Sziasztok! Sziasztok!